Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki már itt a kezdetek kezdetén itt van. Pár szót mondunk az együttesünkről, meg fogjuk ismételni a végén, mert mindig az a tapasztalat, hiszen mi is hatodjára vagyunk itt, hogy a végére valahogy mindig többen vannak. Úgyhogy az együttesünk 2006-ban alakult meg, és fantasztikus mesterektől tanulhattunk, a lengyel Thomas Czartoryski és az amerikai Don Conré az, aki tanította a csapatot. Most egy része van itt a csapatunknak, nagyon sok felé élünk az országban, Mezőkovácsházán, Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Tiszasziget, Szeged, tehát mindig nem tudunk együtt lenni, de évente két alkalommal húsvétkor, nagypénteken, és általában Lucanap tájékán tartunk egy nagyobb volumenű hangfürdőt, tápén, úgyhogy akit érdekel, ott az a bejáratnál van egy papír, és akkor föl lehet iratkozni, és fogunk küldeni erről értesítést. A hangfürdő, amit itt tartunk, az nem pont olyan, mint amelyet olyan körülmények között tartunk, amikor le lehet feküdni, el lehet még jobban lazulni, de itt is mindenkit arra kérek, hogy a lehetőségekhez képest helyezkedjen el kényelmesen, hogyha nem rossz érzés az, akkor mind a két lábunk legyen lenne a talppal a talajon, hogy kapcsolódjunk a föld energiákhoz is, és húzzuk ki magunkat, mert amikor egyenes a hátgerincünk, akkor az energiák szabadon áramolhatnak bennünk. Lehet, hogy ez egy kicsit kellemetlenebb érzés, mert megszoktuk a hanyagtartást, sajnos végeztünk ortopédiai felméréseket is, és láttuk, hogy a fiatal gyerekek is már borzasztó hanyagul tartják magukat, tehát hogy most azért egy kicsikét húzzuk ki magunkat, és engedjünk be annyit ezekből a rezgésekből, amennyit most a lelkünk megenged. Ez mindig változó. Egyébként egy órás a hangfürdő, amit szoktunk tartani, és különböző hangok, különböző hangszerek szólalnak meg, és nagyon érdekes, hogy még ugyanannál az embernél is mindig más és más hang az, ami úgy megindít minket, és rezonál velünk. A gongoknak nagyon nagy az ereje, van egy hangja és van egy felhangja, és ez a kettő együtt hozhat létre a testünkben olyan változásokat, hogy ennek a hatására megtisztulunk fizikailag, megtisztulunk érzelmileg, és megtisztulunk mentálisan is. Vannak olyanok, akiknek állandóan pörög az agya, tehát mindig gondolkodik, még lefekvés előtt is megy az agya, és nehezen tud kikapcsolni. Nagyon sokan hangfürdők után arról számolnak be, hogy egy pillanatra úgy megállt a film. És egy ilyen végtelen békesség, nyugalom, csend az, ami mindannyiunknál itt most jelentkezhet. Nem tudjuk, hogy kinél mit fog eredményezni. A gongok nagyon erősek, tehát elképzelhető, hogy fizikai érzetünk is lesz. Érezzük a testünkben, ahogy rezeg. A testünknek, amikor megszületünk, több mint 80% a víz. És ahogy haladunk előre, a korral ez csökkent, de azért még 70% fölött marad idősebb korban is. Ezeket a vízmolekulákat rendezi, ezeket a pici, apró kis dipol molekulákat visszarendezi, és a sejtek alakját, amelyik mindenféle külső és belső hatásra a kereksejtből egy ilyen elnyújtott elliptikus lesz, ezt visszaállítja ismét harmonikussá, hiszen tudjuk, hogy a kerek az a leginkább harmonikus forma. Lehet hallgatni nyitott szemmel is, mert van, aki kíváncsi és érdekli, hogy most ugyan miből jött ez a hang, mert néha lesz olyan hang, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen. De lehet becsukott szemmel is, akkor még mélyebbre le tudunk menni, még több érzelmi dolgot el tudunk engedni, hogy mindenkire rábízzuk, hogy ezt a fél órát saját magunkért úgy töltsük el, hogy abból a lehető legtöbbet vegyünk ki mindenkinek az egészségére. A hangfürdőkön még meg lehet fogalmazni egy szándékot, egy olyan célt, amit el szeretnénk érni.
Van, aki az anyagiakat tűzi ki célul, van, akinek kapcsolatbeli problémái, munkahelyi problémái vannak. Most egy pillanatra gondoljuk végig, hogy mi az, ami a mi szándékunk most, mit szeretnénk megvalósítani az életünkben. Aztán hagyjuk, hogy ez szép lassan fölszálljon a rezgések a hangok szárnyán. Amennyire képesek vagyunk, nyissuk meg a szívünket, a lelkünket, és fogadjuk be ezeket a csodálatos rezgéseket. A gong a lélek zenéje. A lélek ősi suttogása. A világot teremtő első szó visszhangja. Hang a hangok felett. Hallgasd belső érzékeléseddel. Érezd a lüktetését. Engedd, hogy áthatoljon tudatodon. A gong hangja a belső fény átvillanása. Az ütő a határtalanság szándéka. A gong a megalkotó, a hang, a szent ének, a lélek zenéjének szívverése. Thank you.
kezeidben. Tarts meg engem közel a szívedhez. Oh.
Huh?
Köszönjük mindenkinek, hogy eljöttek, és azt is köszönjük, hogy tele lett a terem. Biztos nem véletlen, hogy azok vannak itt, akik itt vannak. Még egyszer fontos, mindenki nagyon-nagyon sok folyadékot igyon. Lehet, hogy nem volt érezhető, de nagyon intenzív és mély hatású hangfürdő volt. Tehát kérek mindenkit, hogy sok folyadékot igyon. Az együttesünknek két CD-je van, ott kint egy kis asztalnál ott vagyunk, és akit érdekel, most kedvezményes áron megveheti. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, szeretnénk, hogyha mindenki nem csak a rendezvény végére látna, hogy mekkora nagy csoda, hanem már ezzel indulnánk. És hogyha ezzel indulunk, akkor micsoda nagyszerű dolgot fogunk együtt teremteni. Köszönjük a figyelmet!